A legtöbb településen ilyenkor februárban fogadják el az önkormányzatok költségvetését, káló erre az elmúlt héten került sor. A képviselőtestület döntése értelmében idén 650 millió forintból gazdálkodhatnak a nagyközségben. Tervek már vannak is, mire költenék az összeget, mondta el a település vezetője 35 perc című műsorunkban. Közel 200 millió forintból betontörő és darálógépet, valamint egy ezt kiszolgáló láncos forgórakodót vásárolnak. Az ötlet onnan érkezett, hogy van egy Tisztítsuk meg az országot projekt is fut az országban, és ott azt tapasztaltuk, hogy a külterületen lévő mezőgazdasági utak mellett lévő fasorokban nem érdek betontörmeléket talál az ember, hogy az elmúlt időszakban azért a pandémia alatt nagyon sok lakos felújított, és a felújítást követően a, a, az ott lévő sittet nem rendszer szinten törvényesen elszállította, hanem megpróbálta adott esetben kivinni, illetőleg az önkormányzat területén intézményeinél, illetőleg beruházásainál is keletkeznek ilyen jellegű sítanyagok, tehát betontörmelékek, ezeket összedarálva adott esetben út alapként fogjuk tudni hasznosítani mi is, illetőleg több önkormányzat. A projekt keretében három ember bérét öt évig vállalnia kell az önkormányzatnak, akár csak a gép amortizációs költségeit. Káló a nevelési intézmények terén is lesznek beruházások idén. Korszerűsítik az óvoda épületét és pályáztak a bővítésére is, egyre több gyermek születik ugyanis a településen. Egy torna szobát is kialakítanának benne, Közben befejeződött a településen a bölcsöde építése, amelyet március közepén végén szeretnének átadni. Az eszközbeszerzéseink azok befejeződnek a napokban, illetőleg már nagyon sok eszközünk érkezett, némi terepmunka, és akkor uh, tudunk uh, egy szalagot átvágni végre. Hozzá kell tenni azt, hogy a kormányzati segítséggel sikerült ezt a bölcsödét illetőleg berendeznünk 160 millió forintos bruttó összegben. Ez egy majd 900 négyzetméteres épületről van szó, tehát a mai építőanyagárakat illetőleg építési költségeket, hogyha számításba vesszük, illetőleg visszaosztjuk, akkor egy elég kicsi szám fog kijönni, de mindösszességében az épületünk áll, és gyermekünk is van, tehát ebből kifejezőleg már legalább egy csoport, több mint egy csoportnak a beindítását már biztosan tudjuk vállalni. Az intézmény akár már őszelőtt fogadhatja a kisgyermekeket. Már célja is van a 2022-re a nagyközségnek. Mária Pucsa közösen szeretnék összekötni a két település közötti kerékpárutakat. Terve van az önkormányzati temető fejlesztése, egy közterületi játszótér kialakítása, a hivatalát költöztetése, valamint külés belterületi utak rendbetétele.